Sziasztok, vízöntők! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taro. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy októberben milyen energiákat várhatsz a pénz és a karrier területén. Mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk is hozzá, először is a rózsakártyát nézzük meg, ahol neked az a kártya jött ki, ami igazán azzal kapcsolatos, hogy a belső hívásod, az, hogy a lelked vezérel, valamint ez a misztikusnak a kártyája is, akinek a megérzései mindig megsúgnak valamit, és igazán arról is szól, hogy élj bátran. Tehát ez a rózsa fűzér, úgymond, erről szól, hogy oda kell figyelned a belső megérzéseidre, és hagyd, hogy a lelked irányítson téged valamiben. Tehát itt lehet, hogy néhányatok ugye a megérzéseidek nagyon fontos, lehet, hogy ilyen területen dolgozol, lehet, hogy segítesz másoknak. Tehát nagyon fontos az, hogy figyelj oda rájuk. A kirakásod középpontjában a kardok hatos áll. A kardok hatos, ami arról szól, hogy egy átmeneti helyzetbe vagy, amikor magad mögött hagyod a nehéz időszakot, a viharokat, és végre nyugalom jön az életedbe. Tehát természetesen ez jelenteti, hogy egy nehéz projektet hagysz magad mögött. Lehet, hogy egy állást, egy céget, egy iparágat, ami sok-sok nehézséggel, sok-sok vihart hozott az életedbe, de innentől pedig valamilyen könnyebb lesz az életed, igazán azt tudom mondani ezzel a kardok hatossal. Ez természetesen jelentett költözést is, jelentett utazást, különösen tengeren túlon a hétköznapi életben. Aztán az első lapot pedig a csillag kártyája, ami a vízöntőt jelképezi a taróban. Tehát ez egy nagyon szép, csodálatos energia. Egyrészt, mivel a te kártyád jelzi azt, hogy ebben az időszakban bármivel meg tudsz küzdeni, ami úgymond előjön. Valamint ez a kártya jelzi azt is, hogy nehézségeken mentél át, az életed teljesen átalakult. Mert általában ez a toronyt követi, ami egy nagy-nagy hirtelen változást hoz az életünkbe. De ez a kártya jelzi azt, hogy ezen már sikerült túltenned magad, végre reményteljes vagy, pozitívan látod a dolgokat, és igazán jelzi azt, hogy felgyógyulsz ebből a nehéz időszakból. Ez a kártya azt is jelzi, hogy az univerzum elhozza neked a kívánságodat, egy nagy-nagy kívánságot, amit kértél, de lehet, hogy ugyanannál sokkal jobbat fog elhozni neked. Aztán a következő lapunk pedig az érmék hetes, ami a számadás elemzésnek a kártyája, amikor igazán azon töprengsz, hogy valamiben nagyon sok energiát fektettél, és nem tudod, hogy érdemes-e ezt tovább folytatni, elhozza az eredményt, elhozza azt a kemény munkád, meghozza a gyümölcsét, amire számítasz. Ez a kártya a manifestációnak az egyik kártyája is, amikor a manifestációd úgymond megjelenik, amikor valamit megálmodtál, amikor valamit kigondoltál, és az végre bejön az életedbe. Különösen ezzel a csillagenergiával mindenképpen jelezheti azt, hogy amiről álmodtál, amiről vágytál, amit kigondoltál, az bejön az életedbe. Aztán a következő lapunk pedig a kardok lovagja, mint udvari kártya, lehet egy személy a te energiád, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a lovag, ez tetre kész, csatára kész. Arra fókuszál, hogy minél hamarabb végrehajtsa a feladatokat, ami a problémája, hogy nem tervez előre, tehát itt lehet, hogy egy kicsit jobban kell ezt egyensúlyozni. De ez jelenti azt is, hogy felgyorsulnak az életedbe az események, jelentheti azt is, hogy amitre vágytál, egy nagy-nagy változás jön az életedbe, ez lehet előrelépés, lehet kinevezés, vagy egy... Tehát bármi, amire vágytál, különösen ez a három együtt jelzi azt, hogy amiről álmodtál, amit megálmodtál, amire vágytál, az hirtelen bejön az életedbe. Aztán a diadalszekér pedig ugyancsak visszaigazolja azt, hogy magad mögött hagyod a nehézségeket, a problémákat, és innentől előre haladsz, a jövőre figyelsz, és siker és győzelem jön az életedbe. Tehát ez a kártya igazán jelzi azt, hogy megállíthatatlan vagy,
nagyon jó jel, hogyha valamilyen új lehetőséget akarsz megszerezni, egy új állást, egy új üzleti lehetőséget, vagy egy előreléptetést, jelzi azt, hogy te leszel a sikeres, mert mint mondtam, ez a siker és a győzelem lapja. Ami ennél a kártyánál ugyancsak nagyon fontos, az irányítás. Tehát itt jelzi azt is, hogy te irányítod a sorsodat, de ami nagyon összefüggésben van ezzel a rózsafűzér lappal, az az, hogy ha megnézed, ez a diadalszekér arról is szól, hogy ő a gondolataival irányítja azokat az állatokat, akik húzzák a szekerét. Tehát itt neked is fontos az, hogy összhangba légy azzal, amit az univerzum küld neked a megérzéseiden keresztül, valamint az, hogy te mennyire vagy összhangba azzal. Tehát ez az összhang az univerzummal nagyon fontos, hogy figyelj a megérzéseidre, a belső hangodra, és úgy próbáld irányítani a dolgokat. Aztán a következő lapot pedig a halál kártyája, ami igazán azt jelzi, hogy egy nagy-nagy változás, átalakulás van, som megy át az életed, az életednek egy fejezete a szakmai téren lezárul, és egy új kezdődik. Ez lehet egy projekt, lehet egy állás, egy cég, üzletnek a vége, vagy változás azon belül, ami itt nagyon fontos, hogy ez egy olyan változás, ami megállíthatatlan. Tehát ezt jelzi mind a diadalszekér, mind a kardok hatos, meg a kardok lovagja, és hogy itt igazán egy nagy-nagy előrehaladásról van szó, ami megállíthatatlan. És nagyon fontos a halál kártyájánál, hogy ezt a változást elfogad, és igazán ne harcolj ellene, mert minél többet harcolsz, annál nehezebben fogsz átérni a másik oldalra ennek a változásnak. Nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetel, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat. Természetesen mindig szívesen olvasom azt is, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életeddel kapcsolatosan. De folytassuk a kirakást. A kelyhe királynőjével folytatódik. Tehát ez természetesen jelenthet téged, egy másik szemét, vagy pedig a kártya általános energiája. Tehát itt beszéltünk arról, hogy a lelked irányítson téged, a megérzéseid, a belső hangod, és ez az a királynő, akinek a megérzései, a belső hangja, az érzései, a sajátja és a mások érzései nagyon-nagyon fontos. Tehát ez a kártya is jelölte, hogy itt lehet, hogy néhányatok misztikus, vagy pedig ezen a területen dolgozik. Tehát itt ez a lap ugyancsak visszaigazolja azt, mert ez lehet egy segítő, egy gyógyító, igazán egy jós is akár, aki segít az embereknek. Tehát itt ez ugyancsak visszaigazolja azt, hogy nagyon fontos arra, hogy nagyon fontos az, hogy odafigyelj a megérzéseidre, a belső hangodra. Aztán a következő lapunk pedig a Hold Hello. Beszéltünk már arról, hogy odafigyelj a megérzéseidre, a belső hangodra, mert a Hold az igazán az a lap, amikor bizonytalan helyzetben vagy, amikor nem tudod, hogy mi lesz a jelenlegi szituációdnak a végkimenetele, és az univerzum arra kér, hogy figyelj a megérzéseidre, hagyj, hogy a megérzéseid, a belső hangod irányítson ebben a bizonytalan helyzetben. Jelenheti azt is, hogy vannak olyan dolgok, ami a titkokat is jelenthet, amiről nem tudsz ebben az időszakban, de itt igazán a legfőbb üzenet az, amikor oda kell figyelni a megérzéseidre, mert az valamilyen csodálatos dologhoz fog téged elvezetni. Ami ugyancsak érdekes, hogyha megnézed ezeket a szimbólumokat, hogy általában a régi időszakban a felfedezőket, a tengerészeket, amit jelölhet ez a lap, általában a hold, a csillagok vezettek. Tehát itt ez jelzi azt, hogy neked is oda kell figyelni az égiekre, a csillagokra, a holdra, a belső hangodra, az asztrológiára, hogy mi az, amit mond neked, és igazán hagyd, hogy az vezessen. Tehát itt nagyon fontos, hogy odafigyelj ezekre. Aztán az utolsó lapunk pedig a kelyhek hármas,
ami az ünneplés és a jókedv, az összejövetelek lapja, amikor valami olyan történik az életedbe, amit megünnepelsz, jelenthet közösséget, akikkel nagyon jól összhangba vagy, tehát itt van valami örömteljes dolog. Aztán a pakli aján pedig az érmék királynője van, ami bakjegyet képviseli, de ez a királynő, ez egy nagyon gondoskodó, nagyon jól bánik a pénzzel, tudja, hogy kell a pénzét megtöbbszörözni, gazdag, luxusban él, jelenteti azt is, hogy otthonról dolgozol, vagy valami az otthonnal kapcsolatos, tehát itt különösképpen, hogy van itt ez a diadalszekér, tehát itt lehet, hogy néhányan költöztök. De ami ugyancsak érdekes, tehát itt, hogy van két vezető, két királynő, az érmék királynője és a kelyhek királynője. Mind a kettő szeret törődni az emberekkel. Az egyik lelki segítséget nyújt, a másik pénzügyi segítséget nyújt. Tehát itt lehet az, hogy két, tehát itt mind lelki, mind pénzügyi segítségről valaki ebben segít neked, vagy te vagy az, aki segít az embereknek. Igazán ennyi van számotokra. Igazán ez egy nagyon csodálatos energia, oda kell figyelni a megérzéseidre, tehát írd be azt a kommentbe, hogy a megérzéseim sikerhez vezetnek, és remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.